az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a szép napon, az Országos és egyben Somogy megyei vadásznapunkon. 2017. március 1-től elindul egy új, immáron nem 10, hanem 20 éves üzemtervi ciklus, amit több évig tartó jogszabályalkotási folyamat előzött meg. Ennek célja a magyar vadgazdálkodás és vadászat jogi feltételrendszerének megváltozott körülményekhez és európai normákhoz történő igazítása volt. Ennek a munkának a legfontosabb eleme természetesen az 1997-ben elfogadott vadászati törvények módosítása, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezt megelőzően számos a vadgazdálkodáshoz és a vadászathoz kapcsolódó jogszabály és módosításra került, egyszerűbbé, életszerűbbé téve ezen tevékenységeket. Kiemelkedik közülük a fegyvertartás szabályainak racionalizálása, a vadhúskezelés és forgalmazás ésszerűsítése, a vadászvizsga megszerzésének szigorítása, az orvadászat tényállásának büntető törvénykönyvbe történő beemelése, és még folytathatnám tovább a sort. Ezzel párhuzamosan az Országos Magyar Vadászkamara is megújult. Módosítottuk alapszabályunkat, új szervezeti és működési szabályzatot hoztunk létre, jelentősen előreléptünk a vadászat társadalmi elfogadottságának javítása terén, elkészítettük az etikai kódexünket és a hivatásos vadászok szolgálati szabályzatát. Folyamatban van az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvény módosítása, ami reményeink szerint az új vadászati törvénnyel összhangban jelentős mértékben javítani fogja a kamara működési feltételeit. Meg szeretném köszönni mindazok áldozatos munkáját, akik az előzőekben említett eredmények elérésében közreműködtek. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani vadásztársaimnak, a hivatásos és a sportvadászoknak egyaránt, a vadászati érdekképviseletek megyei és országos szintű vezetőinek, a velünk kapcsolatban álló szervezeteknek, a többieket meg nem sértve, hadd emeljem ki közülük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát és a 22 állami erdőgazdasági részvénytársaságot. Külön köszönetemet szeretném kifejezni a vadgazdálkodással és a vadászattal kapcsolatos jogalkotási kérdések döntő többségéért felelős Földművelési Minisztérium minden abban résztvevő munkatársának, különös tekintettel Fazekas Sándor miniszter úrnak, Vitai Márton államtitkár úrnak, Szabó Ferenc főosztályvezető úrnak és Bajdik Péter főosztályvezető helyettes úrnak. Végezetül, de nem utolsó sorban úgy gondolom, az egész magyar vadásztársadalom köszönettel tartozik Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökének, aki ennek a munkának mindvégig motorja és irányítója volt. Elvégeztünk egy fontos feladatot, de még korán sem pihenhetünk meg. Számos, ezidáig megoldatlan, égetően fontos szakmai kérdésre kell megnyugtató választ adnunk a jövőben. A teljesség igénye nélkül elég csak apróvad gazdálkodásunk problémáira, a nagyvad létszám exponenciális növekedésére, ezen belül a vaddisznó korlátlannak tűnő terjedésére, a vadvédelmi kerítések özönére, az aranysakál megjelenésére és gyors terjedésére utalnunk. Úgy gondolom, hogy a hivatásos vadászok státuszának jogszabályokban történő megerősítése, a térségi vadgazdálkodás rendszerének bevezetése, és a vadászatra jogosoltokon belül a szakmai irányítókkal szembeni követelmények egyértelmű megfogalmazása nagyban segíteni fogja ez irányú munkánkat. Az Országos Magyar Vadászkamara a jövőben kiemelten kíván foglalkozni a vadászetikai elvárások betartatásával, illetve az ifjúság természetszeretetre nevelésével. Minden eszközt fel kívánunk használni továbbá annak érdekében, hogy a vadgazdálkodásban és a vadászatban egyre inkább eluralkodó rövidtávú szemléletet megváltoztassa. 20 év hosszú idő.
Ha az üzemtervi ciklus második felében is nyugodt és kiegyensúlyozott körülmények között szeretnénk vadászni, erre a szemléletváltásra elengedhetetlenül szükség van. Tisztelettel kérek minden érintettet, hogy a vadászati érdekképviseletek céljaival azonosulva munkánkat a jövőben is segítsék. A mai napra köszönetet mondva a vadásznap szervezőinek, mindenkinek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok. Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak!